Itt a vasútállomás előtt találták meg a kisfiút, ami több mint 2 kilométerre van a kórháztól, ennyit gyalogolhatott. Ilyetten bolyongott és a buszokat nézte. Aluljáróban felfele észrevettük a fiatalembert, hogy itt tartózkodik. Zavart volt, nézett körbe, a buszokat kereste, hogy mivel tudott volna hazajutni. A kisfiú tegnap délután tűnt el a győri kórházból. Egy égésplasztikai műtét miatt előzetes vizsgálatokat végeztek rajta. 2 vizsgálat között szökött meg édesanyja mellől. Az igazgató azt mondta, vannak biztonsági őrök a kórházban, de a hasonló szökésekre nem tudnak felkészülni. Nagyon nehéz kivédeni, hiszen még a fekvőbetegeket sem tudjuk folyamatosan úgy őrizni, hogy ágyhoz láncoljuk őket, főleg akinek szabad akarata van, annak a szabad akaratát nem is szeretnénk befolyásolni. A fiú egy járó betegrendelésről ment el, még nem vették fel a gyerekosztályra, amikor megszökött. Az ilyet anyuka azonnal bejelentette a rendőrségen az eltűnését. A rendőrök 1/2 óra alatt megtalálták a gyereket. Zavart állapotban volt, szerintem azért, mert nem tudta, hogy melyik buszra szálljon fel. Elmondta, hogy azért jött el, mert ráváró műtét tett, nem akarja ezt az egész műtéttel járó procedúrát végigcsinálni. A rendőrök beültették az autóba és visszavitték a kórházba, ahol átadták édesanyjának. A műtétet pedig elhalasztották.